Szia, Richard vagyok. Szeretnéd-e tudni, melyik a legjobb forgalom, hogy minél többen lássák az ajánlatodat, a termékedet, vagy hogyha van egy üzleted? Ha akarod tudni, szeretnéd, hogy melyik a legjobb forgalom, akkor maradj velem, mert erről fogok beszélni, akkor lássuk, hogy milyen lehetőségeid vannak, mikor online dolgozol, és milyen forgalmat tudsz magadnak generálni. Ugye a forgalom, ez a legfontosabb. A forgalom fogja meghatározni, hogy te fogsz-e pénzt keresni online, vagy nem. És két lehetőséged van, tehát a forgalomról van szó, hogyan generálj forgalmat. Az első lehetőséged az, hogy fizetsz a forgalomért, tehát a fizetős rész ez. És el kell mondjam, hogy ez nem nagyon ajánlatos a kezdőknek. Tehát a kezdők kell vigyázzanak, hogyha ilyenbe kezdenek bele. Igaz, ott van a Facebook, nem nehéz, igaz, egy pár gombot kell megnyomni, és tudod futtatni, tehát a fizetős hirdetéseket ott van igaza, tehát a Facebook oldalad, tehát nem a profilodon, hanem Facebook page, tehát az oldaladot tudsz nyitni egy oldalt magadnak, Facebook fan page, és ott tudod futtatni a Facebook ads, tehát angolul, tehát hirdetéseket, reklámokat azon az oldaladon, és persze ezért fizetni kell. Ahogy mondtam, ez nem ajánlatos a kezdőknek, mivel kell tapasztalatod legyen, kell egy szisztém, tehát kell legyen egy szisztémád is, tehát nem elég csak a linkedet vagy azt a ajánlatodat promovál, tehát hogy forgalmat generál, hanem kell legyen egy szisztémád is ott, tehát egy szisztéma, ami ugyancsak pénzbe kerül, ki kell fizetni, itt havonta is kell fizetni, ha olyan a szisztéma. Tehát a szisztéma miből áll? Kell legyen egy elkapó oldal, egy oldal, ami elad neked, általában egy videó, és egy autoresponder, ami ugye utána ilyen szép, tehát folyamatosan küld ki e-maileket azokhoz a személyekhez, igaz, akik megadták az e-mail címüket, és ezt mondom, tehát ez még plusz pénzbe kerül, és havonta is kell fizetni. Nekem van egy olyan szisztémám, ahol nem kell havonta fizetni, a videóm alatt van egy link, ott meg tudod nézni, hogy is működik ez a szisztéma. Tehát ez a fizetéses fele. Itt még van egy másik lehetőség is, tehát nem a Facebook, hanem van olyan angolul a neve ezeknek szóló egy, tehát tulajdonképpen tudsz vásárolni e-mail listákat, de nagyon kell vigyázni, hogy az a személy megbízható személy legyen, és egy olyan listát adjon el neked, amelyik fog válaszolni is, és nem csak, hogy válaszolni, hanem reális emberek legyenek azokon a listákon. El kell, hogy mondjam, hogy most már vannak olyanok is, hogy tehát ilyen robotszerű listákat adnak el, ahol a robot fog válaszolni egyszer-kétszer, utána többet nem válaszol. És ezekre tulajdonképpen kidobott pénz, és kell vigyázni, hogy milyen listákat vásárol. Ez megint nem ajánlatos a kezdőknek, mivel tehát tapasztalat kell legyél, tehát először kell magadnak tapasztalatot gyűjtsél, és el kell mondjam, nagyon fizetős, tehát nagyon sokba kerül. Ahhoz, tehát tulajdonképpen te ilyen klikkeket fogsz vásárolni, klikkeket, amik jó, hogyha nagyobb számban vannak, hogyha tényleg elhatározod, hogy ezt akarod csinálni, tehát 350 klikket, 400 klikket, 500 klikket kell vásárolni hetente, és ez bizony pénzbe kerül, az ára pedig 500 és 1000 dollár van, és ezt minden héten meg kell vásárolni ahhoz, hogy neked eredményeid legyenek, és mondtam, minőségi lista kell legyen. Azt jelenti, hogy angolul úgy mondják, hogy tier one, tehát a
Hát azokban az országokban, ahol angolul beszélnek, tehát azokból kapjál te, tehát ez persze kell nyelvet is ismerni, tehát elég komplikált, tehát ez a fizetéses része, tehát nem ajánlatos a kezdőknek, csak hogyha már van tapasztalatod, és tudod, hogy hogy kell ezt csinálni. Jó, akkor a második megoldás mi lehet? Hát az, hogy kettős, az, hogy nem kell fizetni. Tehát az ingyenes. Ingyenes forgalom, ez hol tudod csinálni? Például Facebook csoportokba tudsz ugye reklámozni, ott nem kell fizetni, a profilodon tudsz reklámozni, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, tehát ezek mind ingyen vannak, ingyen lehet reklámozni. Van egy másik lehetőség, offline is, tehát lehet reklámozni, és ingyen van, plakátokat teszel ki, újságban hirdetsz, ott is vannak olyan lehetőségek, hogy nem kell fizetni. És vannak ilyen hirdetési websájtok online, ahol ugyancsak lehet ingyenesen hirdetni, de a legjobb forgalom generálás még most is a Facebook és a saját profil oldalad vagy a Facebook csoportok. De nagyon ajánlott a Facebook profil használni, mivel ott valamennyire ismernek az emberek, és akkor ott könnyebben fognak majd téged megkérdezni, hogy miről van szó, és ez a következőképpen tud véghez menni. Tehát ugye ott van a profilod, és akkor írsz egy kis szöveget, tehát szöveg, és utána egy posztolást csinálsz, egy képet, ami tulajdonképpen egy bizonylat. Tehát egy bizonylat eredményről. Egy eredmény, egy valamilyen eredmény. Neked, hogyha kezdő vagy, akkor nincs eredménye, de vagy valakinek az eredményét bemutatod. Biztos már láttál olyan ilyen fogyás, hogy előtte, utána, tehát ezek a jók, tehát eredményt kell bemutatni, hogy a terméked milyen eredményekhez vezethet, tehát hogyha az a személy használja a termékedet, milyen előnyökhöz tud jutni. Például lehet, igaz ez, ilyen fogyással, krémek, tisztítószerek, pénzkereset. Hogyha pénzkeresetről, akkor azt úgy tudod megmutatni az eredményt, hogy kereset, jutalék bizonylatot mutatsz, ami igaz lehet egy jutalék, és mutassa akkor, hogy ebben a posztban, hogy az illető személy mennyit keresett. Ez azért is jó, mert akkor mutassa, hogy a termék működik, terméket valaki megvásárolta, a program is működik, amiben benne vagy, tehát ugye, hogy a csapatot alakítasz ki, és már van csapattársad, aki ugye megvásárolta a terméket, tehát a termék működik, a program működik, és van eladás, tehát a termék ismert, vannak emberek, akik megvásárolják, tehát ezért fontos az eredmény, mivel hogy az emberek ezt akarják látni, hogy valóban működik, valóban valaki megvásárolja, valaki használja a terméket, valakit segített a termék, és erre tudok mutatni példát, hogy például mi hogyan használjuk ezt a csapatunkba. Menjünk egy csapattársam Facebook oldalára, ahol itt láthatod, hogy posztolt, és itt van ez a poszt, tehát itt mutassa, tehát pénzbeli bizonylat, tehát 2000 dollárt keresett Cindy, képeket is mutat, utána persze más posztok is vannak, tehát nem csak az üzletről, nem csak az ajánlatról, nem csak a keresetekről, de utána látod, hogy itt van megint posztolás, tehát itt Cindy 500 dollárt keresett. Ez ő ugye a mi csapatunkban van, és ha látod, itt így történhet egy posztolás, tehát másról is van szó, nem csak az üzletről, nem csak a keresetekről, nem csak a termékről, tehát minden nap nem csak arról kell posztolni, hanem másról is.
ahol látod, tehát természetben, hogyha kint vagy, készíthetsz fényképeket. Itt megint egy üzlet, itt volt egy Zoom webinárunk a csapattal, itt van a vezetője a programnak, készített egy Zoom webinárt, és ahogy látod, itt vannak más posztolások is, tehát így kell. Itt van egy bizonylat, tehát egy jutalék bizonylat, tehát január 17-én 500 dollár keresett az egyik csapattárs, és ezek azok a posztok, amik vonzók, tehát kíváncsiság felkeltő, akkor az emberek megkérdezik, hogy miről van szó. Tehát itt van Linnek volt egy 500 dolláros jutaléka, itt Cindynek egy 1000, itt Songnak volt egy 500 dolláros jutaléka, és itt is Hongnak volt egy 500 dolláros jutalék, és ezek azok a posztok, amiről beszéltem, hogy az emberek így lássák, hogy a termék, vagy a program, tehát működik, emberek vásárolnak, emberek használják a terméket, és van eredmény. És akkor, tehát a forgalmat így tudod generálni, és ezek a legjobb forgalom generáló megoldások, tehát fizetsz, vagy ingyenes forgalmat tudsz generálni. Még egyszer mondom, a fizetéses nem ajánlatos a kezdőknek, mivel kell egy kicsit tapasztalat legyen. Inkább ezt az ingyenes, amit mutattam a Facebookon, nagyon könnyű, tehát nem kell fizetni, és könnyű, ugye copy-paste, másolás tulajdonképpen, tudsz posztolni és felhasználni a csapattársaidnak az eredményét. Oké, akkor ebben a videóban ennyi lett volna. Ha akarod tudni, hogy mi melyik programban dolgozunk a csapattársaimmal, akkor a videóm alatt van egy link, ott meg tudod nézni, hogy miről van szó. Tulajdonképpen fogsz kapni egy rövid tréning, ingyenes videót arról, hogy hogyan is működik ez. Akkor köszönöm, hogy nézted a videót, minden jót kívánok, és szia!